Kedves nézőim! Minden évben súlyos egészségügyi problémákat okoz a parlagfű. Köszöntöm Jordán László igazgató urat, a Nézik Növény Talaj és Agrár Környezetvédelmi Igazgatóságától. Igazgató úr, röviden ismertessen meg bennünket a parlagfűvel. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! A parlagfű egy idegen honos gyomnövény, egy invazív faj, aminek az őshazája Amerika. Valamikor a század előn, az 1900-as évek elején érkezett és telepedett meg Európába, lassan terjedt el. A terjedésének a felgyorsulása a II. Világháború utáni évekre tehető, de robbanásszerűen a rendszerváltás követő felaprózódott birtokviszonyok idejére tehető, amikor is főleg a sok-sok táblaszegély meg a nem kielégítő gyógyítási technológiák miatt, és ehhez még hozzájött az időjárás és minden más körülmény, borzasztó módon elszaporodott. Az elszaporodásának egyéb okai, és ezek nagyon fontos tényezők, mind időjárás, mind talajadottság vonatkozásában megtalálta azokat a körülményeket itt a Kárpát-medencében, ami őnek ideális. Tehát minden adott ahhoz, hogy el tudjon szaporodni. Egy valami nincs egy természetes ellensége. Így módon aztán még jobban tud összaporodni, óriási állományai vannak, ami egyébként nem csak Magyarországra igaz, hanem a környező országokban, nem csak a Vajdaság, illetve Románia nyugati része, illetve Ukrajna, de már Nyugat-Európában is több helyen problémát okoz. Észak-Olaszországban, Franciaországban egész komoly gond van a parlagfűvel. Tehát ez nem egy magyar jelenség, ahogy az éghajlatunk változik, úgy a parlagfű is egyre inkább megjelenik mindenhol. Két problémánk van vele, egyrészt, mint ahogy elmondtam, a legelterjedtebb gyomnövényünk, így a mezőgazdaságnak okoz komoly kárt és terméskiesést, illetve mint allergén gyomnövény a parlagfűre allergiásoknak, ezt nem kell bemutatni, hiszen nagyon sokan tudjuk, miről van szó, az allergiásoknak a parlagfű pollen, és itt megjegyezném, hogy nem csak a pollen, nyilván ez a legnagyobb mértékben a tüneteket kiváltó hatás, de magának a növénynek az érintése, szőrözött a növény felülete, és ezek a kovatüskék beletörnek az ember bőrébe, és ugyanúgy allergének tudnak lenni. Mindent egybevetve a parlagfű így is úgy is egy nagyon problémás növény. Hogyan lehet ezt a növényt a kertekből és a szántóföldekről kiírtani? Minden termőhelyen a oda legmegfelelőbb módszert kell alkalmazni. Kiskertben legjobb a gyomlálás vagy a kapálás, tehát megfogjuk, kihúzzuk, mint ahogy az imént említettem, ha kézzel fogjuk meg, érdemes egy kesztyűt felhúzni. A kapálás az nagyon egyszerűen működik, hiszen elvágjuk a növény gyökerét, és többet nem fog az a növény már élni. Olyan területeken, ami nagyobb, egybefüggő és kaszálható, a kaszálás egy teljesen jó megoldás. Azonban ennek is megvan a maga, ha nem is tudományos módja, de a megfelelő módszert kell alkalmazni. A parlagfüvet kaszálni a virágbimbó kialakulás előtti utolsó pillanatokban kell. Ugye a virágbimbó már egy jogsértő állapot, hamarabb kell lekaszálni, de minél jobban kitoljuk a kaszálás idejét, annál kevesebb szer kell megismételni. Ugye amikor kaszálunk, akkor a zöld felületnek nagy részét eltávolítjuk, de a gyökér egy kis szár maradványjal megmarad, és alvórügyekből oldalhajtásokat fog fejleszteni a levágott vezérhajtás helyett. Ezek az oldalhajtások ugyanúgy virágot fognak hozni, az egy vezérhajtás helyett, hogyha 4-5-6 oldalhajtás jön, az annyi orzós virágot fog hozni, ami még több pollent jelent. Tehát ezt a kaszálást meg kell ismételni. Időjárástól függően 2-3, akár 4 alkalommal is szükség lehet erre, attól függ, hogy mennyi csapadék, milyen hőmérséklet van. Szántóföldön pedig nagyon sok lehetőség van, vannak fizikai megoldások, amikor művelőeszközzel, kultivátorral, gyomfésűvel, töltögetőkapával védekezünk a gyomnövények ellen. Végső soron, hogyha már más lehetőségünk nincs, akkor a gyomírtószereket kell igénybe venni. Ebben az esetben azt tanácsolom mindenkinek,
hogy a Magyar Növényvédő Mérnök és Növényorvosi Kamara szakembereit, a növényorvosokat vegyék igénybe, és az ő iránymutatásuk és szakirányításuk alapján végezzék a gyomírtást, hogy ott arra a termőhelyre, arra a növényre a legoptimálisabb és legbiztonságosabb, ezzel együtt a környezetet legkevésbé terhelő megoldást alkalmazzák. 2013 óta működik önöknél egy úgynevezett parlagfű bejelentő rendszer. Elmondaná nézőinknek, hogy hogyan is működik ez a rendszer? A NEDIC honlapjáról érhető el ez az elektronikus felület, de mobiltelefonon keresztül is működik. Ugyanúgy a mobiltelefon böngészőjéből kell elindítani a NEDIC honlapján keresztül. Egy elektronikus bejelentő felület, ami egy egyszerű regisztrációt követően használható. A regisztráció azért kell, hogy azért valamilyen bizonyságot kapjunk arról, hogy valós a bejelentő személye, nem szeretnénk, hogyha valótlan dolgokkal terhelnék a rendszert. Akár a helyszínen is a telefon hely meghatározó eszközének segítségével meg lehet tenni a bejelentést. Aminek a jelentősége abban van, hogy a bejelentett terület a területi azonosítók alapján ahhoz az intézményhez kerül, aki a helyszíni szemle lefolytatására jogosult, vagy erre felhatalmazott, így időben a leggyorsabb reakciót lehet kiváltani. Utána elindul a rendes eljárás, és remélhetőleg néhány napon belül mentesítésre kerül a terület. Beszéljen kérem arról is, hogy hogyan működik a hatóság a parlagfű ellen belterületen és külterületen, és milyen felderítési eszközeik vannak. Több hatóságnak van feladata a parlagfű mentesítésben. Belterületen a települési önkormányzat jegyzője, illetve a jegyző nevében eljáró szakemberek végzik a parlagfűs területek felderítését, és ők rendelik el a közérdekű védekezést, amit a köznyelven kényszerkaszálásnak nevezik. Ezt követően pedig a kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya szabja ki a mulasztóval szemben a növényvédelmi bírságot. Külterületen egy kicsit másképp néz ki az eljárás, ott a földhivatal végzi a parlagfűs területek felderítését, és elektronikus formában adja át a területről szóló jegyzőkönyvet a növény- és talajvédelmi osztálynak, akik elrendelik a közérdekű védekezést, és kiszabják a növényvédelmi bírságot. Nem csak bírságot kell kiszabni, hanem az eljárással kapcsolatban felmerült hatósági költségeket is, tehát ez adott esetben akár egy tetemes összegre is rúghat a kaszálás költségével együtt. Tehát érdemes odafigyelni a területre, és parlagfűmentesen tartani, de azt szoktuk kérni, hogy ne elsősorban a hatóságtól való félelem motiválja az embereket, a földtulajdonosokat, hanem ez legyen egy belső késztetés a területek jó kultúrállapotban tartása irányában. Tehát mind a gyommentesség, mind pedig az allergéntől való mentesség érdekében végezzük el a területeknek a karbantartását, gyomírtását, és legyen ez egy szép élhető környezet. Azok a kertész földtulajdonosok, akik nem nyitják ki a parlagfüvet, milyen büntetésre számíthatnak? Hát mint ahogy az imént elmondtam az eljárásban, ugye meg kell téríteniük a hatósági költségeket, illetve növényvédelmi bírságot kell fizetniük. A bírság legkisebb összege 15 ezer forint, ettől kevesebb nem lehet, a legmagasabb összege pedig 5 millió forint. Az, hogy a kettő között hol kerül megállapításra a kiszabott összeg, az elsősorban attól függ, hogy mekkora az a parlagfű folt, ami az ő területén található. Egy kormányrendelet határozza meg a parlagfű folt méret és a hozzátartozó bírság kategóriákat. Ezen túl befolyásolja a bírság mértékét az úgynevezett enyhítő és súlyozmító körülmények. Enyhítő körülmény, hogyha tudja bizonyítani a földhasználó, hogy próbált védekezni, de rajta kívülállók miatt ez sikertelen volt, ez sem mentesíti a bírság alól, de adott esetben a kiszabott összeget csökkentheti. Súlyozmító körülmény, hogyha az elmúlt 3 évben már kellett parlagfű miatt intézkedni az illetővel szemben, ilyenkor az irányadó bírság összegének a másfélszeresét kell kiszabni, tehát egy jelentős növekedményről van szó. Jordán úr, köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm szépen a megkeresést! Kedves nézőink, most pedig nézzünk meg egy kis filmet,
a Nébitől, melynek címe Vedd fel a harcot. Magyarországon körülbelül 100 éve, a 20. század elején jelent meg a parlagfű, de a II. Világháború után terjedt el olyan mértékben, hogy jelentős lett, és igazából a rendszerváltás után a birtokok felaprózódása miatt lett neki olyan térnyerése, amikor már gyomnövényként is, majd későbbiekben allergénként is jegyzett és komoly problémák kiváltója. A parlagfű jelenleg a szántóföldi gyomfelvételezési adatok alapján a legelterjedtebb gyomnövényünk. Ezentúl, mint allergén, nagyon komoly közegészségügyi problémát okoz. Talán a megbetegedések legnagyobb hányada a parlagfű rovására írható. Vannak olyanok, akik azonosítják a görög mitológiában az istenek eledelével, az ambróziával, mivel a tudományos neve ambrózia artemisifolia. Ez azonban egy tévedés, véletlen egybeesés. Ugyanis a parlagfű a tudományos nevét Carfon Linné-től kapta, aki egy milánói püspökről, Szent Ambrus püspökről nevezte el, tehát semmi köze nincs a görög istenek eledeléhez a parlagfűnek. Ennek a növénynek semmi illata nincsen, és nem fogom megkóstolni, de tessék elhinni nekem, hogy különösebben jó íze sincsen. A parlagfűről nagyon megosztanak a vélemények. A problémák ellenére sokan azt gondolják, hogy gyógynövényként is értelmezhető a parlagfű. Azért tartom fontosnak elmondani, mert van egy olyan, én azt gondolom, tévhit, hogy a parlagfű levélnek a fogyasztásával meg lehet előzni a parlagfű allergiát. Allergológus orvosok álláspontja szerint ez teljesen tévhit. Nem működik ez a úgynevezett immunizálás. Van erre egy tudományos megoldás. Én azt tudom javasolni mindenkinek, aki parlagfű allergiával szenved, hogy ne próbálja meg saját maga gyógyítani parlagfű fogyasztással az esetleges allergiáját, hanem forduljon a szakorvoshoz, és a megfelelő terápiát együtt beszéljék meg, és együtt kapja meg. Az interneten lépten nyomon lehet találni sok parlagfű készítményt, amit akár az egészséges életmód részeként, akár ez az immunizálásos eljárás részeként, vagy akár csak érdekességként forgalmaznak. Ezek lehetnek saláták, nagyon gyakran szörpök, vagy valamiféle italok. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egyike sem engedélyezett készítmény, ezeknek a forgalmazása illegális. Parlagfű tartalmú élelmiszer vagy élelmiszer kiegészítőt forgalmazni tilos. Tehát mindenki, aki ilyennel találkozik és esetleg vásárláson gondolkozik, tudjon róla és vegye figyelembe, hogy ez nem egy legális tevékenység, és ennek több lehet a kára, mint a haszna. Ettől tartózkodjunk, ne okozzunk saját magunknak sokkal több problémát, talán van épp így is elegendő.